Nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja. Ez a térkép azt mutatja, hogy az ország milyen területein érezhető a levegőben az allergén. A parlagfű mellett a csalánféléktől is tüsszögnek, köhögnek az allergiások augusztus végén. A parlagfű szezon eltarthat szeptember vagy akár október végéig is. Persze az időjárás befolyásolja, hogy mennyire van jelen a levegőben a gyomnövény pollenje. Csak záporok környezetében mérséklődhet egy kicsit. Az idei, a szokásosnál csapadékosabb nyár kedvezett a növény növekedésének. Többszöri írtás ellenére a gyom most is megjelenik a mezőgazdasági területeken. A napraforgó és kukoricatáblák tele vannak parlagfűvel, amit írtani kell. Ilyenkor állományszárítással, úgynevezett deszikálással elősegíthető a betakarítás, és a termés kórokozókkal szembeni védelme is biztosítható. A napraforgó olyan állapotban van, hogy a legtöbb helyen, hogy megérett, már elég sok, pontosan eddig 15 engedélyt adtunk ki a légi deszikáláshoz. Folyamatosan jönnek a igények, illetve a kérelmek. Tehát azt javasoljuk mindenkinek, hogy ahol ez végrehajtható, tehát a tábla méreték és egyéb szempontokat figyelembe véve, ott ezt hajtsák végre, mert akkor nyilván leszikáljuk a pollagfüvet is, és megakadályozzuk a pollenszóródást, illetve megakadályozhatjuk, hogy a mag is beérjen és jövőre újra csirázzon. Tapasztalat, hogy a gazdák komolyabban veszik a védekezést. Légi felderítés lesz a jövő héten is, mondta el a főosztályvezető. Vannak olyan területek, ahol a hatóság most is beazonosította a virágzó parlagfűvel borított területeket. Eddig 70 tulajdonos ellen kellett eljárást indítani. A terület nagyságától függően 15 000 forinttól 5 millióig bírságolhatnak.